Jó. Hát én le fogom kapcsolni a villanyt akkor, hogyha nem probléma. Így. Én szeretettel köszöntök mindenkit. Talán tudják, hogy én vagyok a Hold Robot vezető, Attila is említette, és én sem találkoztam soha személyesen Szentmártoni Bélával, mert amikor én elkezdtem az amatőrködést, ő már nem volt köztünk. Azért hoztam három képet. De szerintem ezt már mindenki ismeri, ezt a három képet, hiszen az előadások alatt ezt már nézegethettük. Bal felső sarokban Béla látható, Szentmártoni Béla látható a kedvenc távcsöveivel. A távcsövek közül az biztos, hogy ez a 19,2 cm-es Newton, illetve ez a kis 63x445-ös Clark optikájú kis refraktort előszeretettel használta a hold észlelésére is. De azt mindenki tudja, hogy Szentmártoni Béla elsősorban kettős csillagokat és még objektumokat észelt, de holdésztelést is végzett bőven. Ráadásul majd itt az előadás végén körbe adom, vagy meg lehet nézni egy ilyen elképesztően szép archívumot, amiben össze van gyűjtve precízen az összes észlelés, vagy legalábbis az észlelések nagy hányada. Jobb kép szintén Bélát ábrázolja, Szentmártoni Bélát ábrázolja a 63x445-ös refraktorával, és a bal alsó kép, ami igazán érdekes, Szentmártoni Béla is Kocsis Antal látható rajta, ugye, aki 1987-88-ban indította el a Meteorba a Hold rovatot, ami azóta végül is folyamatosan megy, és most én vagyok a rovat vezetője, talán másfél éve. Az Albireo Amatőr Csillagászati Klub holdészelései elsősorban szöveges leírások voltak. Ugye azt tudnunk kell, hogy akkor a nyomdatechnika nem állt még azon a szinten, mint manapság. Így gyakorlatilag nem is jelentek meg az Albireóban rajzok, kezdetben legalábbis, és csak szöveges leírásokat végeztek. És ezek is tömörek és lényegre törőek voltak. Ugye ezt én úgy tudom, hogy a szemlátóvél mindig, legalábbis a még objektumoknál is kikötötte, hogy tömör és precíz legyen a leírás, csak a lényegre koncentráljon. Ebben a gyönyörű kötetben... Jó estét! Nem történt semmi, tessék csak! Fáradjon le! Ebben a kötetben alakzatok szerint megy a csoportosítás, tehát külön kráterek, külön hegyek, külön dómok. Azt azért tudnunk kell, hogy Szentmártoni Béla azon kívül, hogy észlelt, és hogy többen észleltek, az Alkában holdat, ő nagyon sokat fordított is. Sőt, még dombkatalógust is összeállított, és az észlelő amatőr csillagász kézikönyvének az első fejezetében az ő által összeállított dombkatalógus található, egy nagyon jó kis katalógus. És ő volt, aki meghonosította ezt az angol száz típusú észlelői stílust, amit gyakorlatilag mi is mai napig is ezt csináljuk. Tehát nem inkább a tudomány, hanem a szórakozás és a holdfelszín alapos megismerése, ismerete az, ami motivál bennünket. Gyakorlatilag a történet az, hogy Antal is ezt folytatta tovább, és igyekszem én is. Visszatérve még azért az Alkásba, a legaktívabb észlelők, Hevesi Zoltán, aztán Szentmártoni Béla, Klaus Zoltán, Juhász Tibor, Gombás Géza, Hajdú Attila, Rükk József, Hudi László, Trexler László, Horváth László, Mikics Lajos és Szejber Károly. Hát megmondom őszintén, hogy én sajnos személyesen nagyon kevés embert ismerek. Az biztos, hogy a Szejber Kacsi időnként még azért megjelenik itt a Polaris csillagvizsgálóban is. Talán az idősebbeknek többet mondanak a nevek. Minden esetre nagyon szép és jó holdészeléseket végeztek. Beszkenneltem egy lapot ebből az archívumból, ezeket az észleléseket Béla készítette a 63x445-ös refraktorával. Az alsót az biztos, hogy ismerjük, a Gassendi kráter, ugye az egyik legismertebb, a Mare Humorum északi részén lévő legismertebb kráter. Nagyon szép, mondom, hogy majd érdemes megnézni. Meteor korai időszaka, tudjuk, hogy 1971-ben indult a Meteor, ugye Barta Lajos vezetésével, és 1972-ben jelent meg az első észlelési felhívás, ugye azt hiszem, hogy fókuszban az LTP, fókuszban a változóhold, tehát ilyen cím alatt jelentek meg ezek.
Tehát itt viszont elsősorban ez a változó hold alakzatok, időszakos hold jelenségekre koncentrált. Nagyon, néhány észlelés született, de igazából nem nagyon. Csak 1976-ban indult egy úgynevezett holdjuk program Hajnácki Sándor és Kesztei Sándor vezetésével. És én, ha jól tudom, akkor ez egy viszonylag sikeres projekt volt. Ugye gyakorlatilag az ugyanaz az észlelési téma, mint ami később előkerült a holdkráter keresztmetszet észlelésnél. Tehát gyakorlatilag a hold, illetve a kráter belsejében lévő árnyékot kellett megsatszolni, és aztán ugye pontos idő ismeretében akár ki lehetett számolni a kráter mélységét is, illetve az alakját, a kráterfenék alakját. 1976-ban indult a Hold Táj program, Kesztei Sándor vezetésével, ami... Jó estét! Egészséget! Ami gyakorlatilag nagyon hasonlít a mai rajzos leírásos észlelésekre, majd fogunk látni néhány példát. Aztán Mizsár Attila 1977-ben írt változó holdfoltokról, sőt észlelések is születtek, nem csak Mizsár Attila, hanem Tóth Imrétől is. Aztán a hold fotózásáról írt még Róka László 1978-ban egy cikket, és így kb. 10 éves csend köszöntött. Ugye szó se volt a holdról, vagy 10 évig. De a holdtáj programból egy-két rajzot azért mutatnék. Szintén ugye a nyomdatechnika, 70-es évek közepén járunk, vagy 76-77 tájékán azért nem volt egyszerű a dolog. Gyakorlatilag árnyalni nem nagyon lehetett, fekete és fehér, illetve a hold félárnyékra, illetve a hold felszín sötét árnyalatait azt mindenféle trükkökkel, pontokkal, kis vonalkákkal, satírozással, vagy ilyen saffozással lehetett csak érzékeltetni. Kesztei Sándor észlelt a legtöbbet, de Mizsár Attila is rajzolt bőven, bár igyekszik tagadni néha. Itt ismerős Theophilus Cyrillus Katarina kráter 3-asból az első kettő látszik, nagyon szép rajz. Na és akkor itt jön az, ahol én is bekapcsolódtam már. Nekem ez sajnos csak történelem volt, az előző fejezet. Itt viszont gyakorlatilag 88-tól már én is küldtem holdészeléseket, igaz, hogy csak szorványosan is keveset. Mikor a Kocsis Antal neve fémjelzi ezt az időszakot. Ugye Antal, aki most remélhetőleg az interneten nézi, én nagyon sokat köszönhetek neki. Nagyon nagy lelkesedéssel kezdte el a holdrovatot 87 év végén. És gyakorlatilag ő is a Szentmártoni Béla féle hagyományt folytatta tovább. A legfontosabb program a rajzos leírásos észlelések készítése volt. Ugye tudjuk akkor, hogy nagyon szép rajzok jelentek már meg korán. És Antal kiemelt programja a dómok észlelése volt már akkor is, és ezt én megörököltem tőle. Tehát én is a dómokat szeretem a legjobban, tehát a csúcs a holdészlelésnél szerintem mind vizuálisan, mind digitálisan a hold dómok észlelése. Aztán volt még a holdkráter keresztmetszet program, ami elhalt egy idő után, érdektelenség, meg tényleg ez egész, tehát az nem egy annyira sikeres téma. De már akkor egyébként bejött a fotózás, kezdetben analóg módon, aztán ahogy a digitális forradalom megjelent, úgy lehetett már webkamerázni, illetve digitális fényképezőgéppel is. Az analóg fényképezésről annyit, hogy ugye sokkal nehezebb, mint most digitálisan. Ugye vagy primér fókuszba készített fényképet az ember, és akkor pici lett, eleve már picike volt a filmen a hold, vagy okulár projekcióval, akkor viszont a hosszú megvilágítási idő miatt a légkör elmosta a finom részleteket. De mégis azért voltak néhányan, akik nagyon jó fényképeket készítettek. Iskum Jóska, Farkas Laci bácsi készített nagyon jókat, és Magyaros Imre, ugye 110x1006, 50-es, azt hiszem, hogy Varga János, a 19 centis Newtonjával, hihetetlen jó képeket készítettek. Jelen és a jövő, reméljük, hogy lesz holdrovat. Én azt mondom, hogy a klasszikusnak nevezhető rajzos észlelés még mindig létezik, gyakorlatilag még most is ez a fő. És ahogy néztem, ez tehát a kint nyugaton sem fog kihalni, tehát holdat szeretnek rajzolni az emberek. Ugyanakkor előtérbe került a digitális észlelés, hát félelmetes dolgok lehet művelni egy webkamerával és egy
akár egy kínai olcsóbb távcsővel. Ugyanakkor több észlelési lehetőségünk van a digitális technikának, erről persze lesznek majd példák. Én azt mondom, és ez az én szívem fájdalma, vagy szívügyem, hogy én azt szeretném, hogyha a holdészlelésnél a legfőbb csapás irány az mindig a pici és érdekes alakzatok észlelése lenne, tehát a tudatos észlelés. Az, hogy nem csak beledurrantunk, hanem igenis tudatosan, akár egy dóm katalógus, vagy egy dóm albumot összegyűjteni, vagy egész más rianásokról is, stb. És szeretném a szimultán észleléseket vizuálisan és digitálisan, nagyon jól néz ki szerintem egy digitális és egy vizuális észlelés egymás mellett. És most én a Leonidák levelező listára hirdetem meg, tehát itt hirdetem meg a vizuális, illetve a szimultán észleléseket. És most jön egy ilyen kis áttekintő, hogy miért szeretünk holdat észlelni, már hogyha szeretünk általán. Én azt mondom, ezt már egyébként többen hallhatták, ezt már többször elmondtam, hogy a kezdő amatőrök számára ideális célpont. De amikor én elkezdtem amatőrködni, akkor egyértelmű, hogy a holddal kezdtem, pont akkor indult ugye a holdról a meteornál, és a hold az a téma, ahol meg lehet tanulni egy csomó olyan dolgot, ami később nagyon, nagyon hasznos lesz. Az a fegyelem, hogy az észlelésnél dátumot és az időt világidőben leírjuk, az észlelés elejét és az észlelés végét is. A légköri jelzők, tehát a nyugodtság, illetve az átlátszóság, az egyik legjobb a hold, ahol meg lehet ezt csatszolni. Aztán a távcsőkezelést, ugye hát a holdat azt bárki be tudja állítani. És egy csomó mindent. És a rajzkészséget is ugye nagyon fejleszti. Már hogyha mondjuk vizuálisan észlelünk, és utána a mélyeget rajzolni már könnyebb lesz, vagy üstökösöket esetleg. A másik az, hogy városból is észlelhető, ugye hát sajnos mi itt élünk egy nagy városban, és tudjuk, hogy akár a Polaris teraszon is eléggé fényszennyezett a környék, úgyhogy hogy a holdat nem zavar, sőt még jó is lehet, hiszen nem kell észlelőlámpát használnunk. Kis műszerrel is látványos, a 7x35-ös vagy 8x21-es binokulártól kezdve a legnagyobb amatőr távcsőjekig mindenben jól mutat a hold, és lehet jó kis észleléseket végezni. Pont ezért, mert emberléptékű alakzatokat láthatunk. Nincs még egy égitest a Földön és a Holdon kívül, ahol emberléptékű alakzatokat láthatunk. A napon se, a bolygókon se, Marson is hiába látjuk, vagy tudjuk megörökíteni mondjuk akár az Olympus Monsot, azért mégsem annyira emberléptékű, és ugye hát Nix Olimpika csak egy fehér foltnak látszik a vizuálisan a távcsőkben. És ma már nagyon sok lehetőségünk van, ezt is nyugodtan hozzávehetjük. Ezeken gyorsan átmegyek, tényleg nem akarok senkit untatni, de a klasszikus vagy rajzos leírásos technika, én azt gondolom, hogy minden más észlelés alapja, legalább mondjuk a holdnál mindenképpen, mert hogy itt ismerjük meg a hold felszínét. Itt tudjuk azt, hogy mikor, hogyan látszik, odafigyelünk a részletekre, és ez ugye hát az ember rá van kényszerítve, hogy rögtön ott a távcső mellett térképet böngészen, és kedves egészség, és ott azonosítsa a krátereket, vagy rianást, vagy bármilyen más felszíni alakzatot, és ugye ebből aztán meg is lehet tanulni szépen a hold felszínét. Én azt mondom egyébként, hogy mondom ezt, mint bemutató, hogy az amatőr csillagász műveltséghez bizony hozzátartozna, vagy kell, hogy tartozzon a hold felszín legalább nagy léptékű ismerete. Medencék, tehát a mare területek, illetve a nagyobb krátereket illik ismerni, mert ugye mi van, hogyha itt bemutatunk, és jönnek a látogatók, és beállítom a holdat, és jó napot kívánok. Tehát ez tényleg érdemes ismerni. Mindig, én egyébként ezt nem mondom, mindig mutatok valami érdekeset is, tehát vagy hold, dómot, vagy rianást, vagy valami érdekes krátert. Még visszatérve a rajzos leírásos technikára, ugye, ami még nagyon hasznos az, hogy olcsó és jó. Hát ceruza, papír, radír, kreatív művészi, tehát talán ez az a lényege, amiért nem fog kihalni soha, mert mindig lesznek emberek, aki valahogy késztetést érez ahhoz, hogy a okulárban látott alakzatokat lerajzolja. Lehet azt webkamerázni is, de az sokszor nekem, aki 100%-ig vizuális észlelő vagyok, az túl normális. Nagyon szeretem, és kell, és azt akarom, hogy minél többen webkamerázzanak, de nekem az egy idő után naturális, tehát
akkor fogom abba hagyni a Meteor Hold rovat vezetését, amikor már csak digitális észlelések lesznek. A rovatok gerincét még ez az észlelési mód adja, erről már beszéltem az előbb. Digitális képrögzítés ugye már szinte mindenki számára elérhető, olcsó lehet webkamerát vásárolni, és távcső is van bőven. Dunát lehetne rekeszteni velük, szerencsére, nem úgy van, mint 20 évvel ezelőtt. Objektív, ugye ezt tudjuk, ugye a Copernicus kráter az mindig úgy néz ki, maximum egy kicsit bemozdult, meg homályosabb. Rengeteg lehetőségünk van, mozaik, színes hold, és mind ahogy láttuk, Velkei Szabolcs barátunknál már háromdimenziós holdképeket is készítenek. Rengeteg lehetőségünk van, így ezt mondtam, webkamerával elképesztő részleteket örökíthetünk meg. Tehát nagyon-nagyon finom pici részleteket, lesznek erre példák, Ladányi Tamás képeit ismerjük, tudjuk, hogy milyen hihetetlen pici parányi kis rillanásokat tudott megörökíteni. Még valami, hogy a digitális képrögzítésnél annyit, hogy ma már Magyarországon is azért vannak, akik ezt nagyon magas színvonalon művelik. Ugye van az Easy Rider Csilla Club társaság, ahol én is tag vagyok, és ott elképesztő tehetséges emberekkel találkozom. A Pap András, Velkei Szabolcs, Berete Béla is ott van egyébként ezen többen, Pozsa Mihály, aki elképesztő dolgokat tudnak művelni. Tehát tényleg hozzáértéssel, úgyhogy nagyon örülök, hogy rájuk akadtam, vagy hogy tőlük észleléseket kaphatok. Ugyanakkor van egy kis szívfájdalma, de hát ez egy könnyen orvosolható dolog, hogy a webkamerák és a digitális technikát viszonylag kevesen alkalmazzák tudatosan. Tehát ehhez kellene az, hogy az alakzatokat nézzük, tehát a holdon kicsit a felszínformák felé iránt érdeklődjünk. További lehetőségek, LTP. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit szkeptikus vagyok, lehet, hogy bennem van a hiba, én soha nem erőltettem ezt az észlelési formát, és életemben nem láttam LTP jelenséget. Egyébként be is bizonyosodott azért, hogy akár a régebbi LTP észlelések nagy része az valami más, légköri elégtelenség, akár a távcső elégtelenséget, tehát az objektív hiba, okulár becsillanás, tehát bármi lehetett. Mindenesetre azért maradt egy-két hely, ahol talán érdemes lenne, ugye Kozirjev végzett az Alfonsus kráterben valamilyen gázkiáramlást még egy ember öltővel ezelőtt, illetve az Aristarchus régióban is lehet, ott is észleltek valamiket, ilyen talajelváltozást. Ugye hát a LTP-k fajtájú, ez a, ja hát LTP persze, nem mondtam el, de hát gondolom, hogy azért mindenki tudja, hogy ez az időszakos holdjelenség, ugye jelöli, amikor valamilyen, sokan úgy magyarázzák, hogy akár a Föld árapályára keltő hatása miatt gáz szabadul ki a hold kérge alól, és az akár fényléseket a sötét oldalon, fényléseket a hold megvilágított oldalán, vagy elhomályosulásokat okozhat. Én nem láttam ilyet, igazából ilyen szemmel nagyon nem is vizsgáltam a holdat, de hogyha valakinek ehhez lenne kedve, akkor miért is ne lehetne? A negatív észlelés is észlelés. Ugye hát azért holdnak is van valami kis légköre, és elképzelhető, hogy akár radioaktív bomlásból, de valamilyen argon, vagy akármilyen gáz képződik, és szabadulhat fel is, miért ne történhetne valami ilyesmi. Hát azért készítettem ilyen egyszerű vázlatokat, ugye ez az Aristarchus kráter, kedvesek is, Herodotus Schröter völgy. Hát esetleg egy ilyeneket lehetne készíteni, ennél akár jobbakat is, sőt ennél csak jobbakat, és ott lehetne intenzitásokat becsülni. Ez az Alfonsus kráter, ami egyébként változó hold foltoknál is egy kedvelt célpont volt, vagy akár lehet. Hát lehetne ilyen szemmel is nézni a holdat, vagy akár digitalizálva, tehát valahogy webkamerázni időnként. Változó holdfoltok, ugye ez nem gázkiáramlás, hanem inkább arról van szó, hogy a megvilágítás függvényében változik a hold felszín albedója, fényvisszaverő képessége, tehát magas napállásnál esetleg sötétebbnek látjuk, mint súroló fényben egy bizonyos területét kráter talajoknak. Tényleg izgalmas program lehetne ez digitálisan és vizuálisan is. Ez sikeresebb volt, mint az LTP-észlelés.
ugye erről talán főtitkárunk tudna mesélni, hiszen ő írt erről és végzett is észleléseket. Néhány kráter, amiket találtam, amik a programban szerepeltek, az Alphonsus, Hercules, Plato, Gassendi és a Petavius. Két észlelés, a fősőt Mizsel Attila végezte egy emberöltővel ezelőtt éppen, az alsót pedig Tóth Imre. Ugye Tóth Imrét nagyon jól ismerjük a Üstökösök világából, de Holddal is foglalkozik, és kitűnő cikkeket ír a Hírportálra is. Úgyhogy nagyon izgalmas és érdekes téma lehet ez is. Nem, ez viszont egy modernebb téma. Meteor felvillanások a Hold sötét oldalán. Ugye 2005 és 2008 között több mint 100 meteor felvillanást észleltek a sötét oldalán, tehát nem a megvilágított oldalán, a sötét oldalán. Vizuálisan nem, digitálisan viszont könnyedén észlelhető, vagy könnyebben, mivel néha csak 8-9-10 magnitúdós és század másodpercig tartó felvillanásokról van szó. Ugye nagy meteorrajok idején, hogyha éppen a Hold is úgy látszik, akkor érdemes figyelni. Itt a George Varros nevét kell megemlítenünk. Azt hiszem, hogy valamilyen Schmidt Cassegrain-nel észlel, és kamerával, és itt éppen egyet elcsípett egy ilyen felvillanást. Ott keletkezik persze egy ilyen pici kis kráter, és mondom, ez egy ilyen nagyon halvány, tehát ezt valószínűleg nem vettük volna észre. Egyébként lehet azért, hogy a régi LTP vagy TLP-nek is nevezik, jelenségek lehettek akár meteor becsapódások is, csak hát akkor ezt nem tudták, vagy másnak vélték, mondjuk ilyen nagyobb becsapódások. George Varros holdfogyatkozás alatt is észlelt meteor felvillanást. Nagyon izgalmas, de ez mindenképpen automatizál. Látjuk egyébként, hogy micsoda keleti librációja van a Holdnak. Ugye a Smith-tenger, illetve a Mare Marginis. Láthatóság vizsgálat, ez Jakabfi Tamás, aki előttem volt rovatvezető, ugye Antal után egy évig talán, vagy kettőig. Ő hozta be ezt a köztudatba, ez egy nagyon izgalmas, szerintem, és nagyon hasznos. Gyakorlatilag, ahogy a bizonyítványunkban is a jegyek, 1, 2, 3, 4, 5, elégtelen nyilván nem látszik az alakzat, az 5-ösnél az egész szubjektum kiválóan látszik, de gyakorlatilag osztályoznunk kell, hogy egy adott távcsővel egy alakzat látszik-e, és hogyha látszik, akkor hogyan. Én szerintem ez egy izgalmas dolog lehetne azért, mert hogy statisztikai jelentősége van. Akkor lenne értelme, tehát ajánlóba, hogyha mondjuk én a Marius Rianást szeretném ajánlani, akkor hogyha sok ilyen észlelés lenne a Marius kráterről, akkor tudom, hogy egy 5 centis távcsővel nem fogom ajánlani, hanem csak mondjuk 20 centi vagy 15 centiméter fölött. Tehát mondom, egy ilyen dolgokat is lehetne akár végezni, hogyha valakinek lenne hozzá kedve. És néhány észlelés Hold diszkó következik most, az észlelés második fele. Először a kráterek, illetve az egész Hold, és így megyünk majd egyre izgalmasabb témák felé. Ez nem fénykép, hanem rajz. Aki a Holdas találkozón itt volt áprilisban, akkor megcsodálhatta Velkei Szabolcs alkotását. Ugye Szabolcs az egész Holdat lerajzolta, és valami félelmetes. Tehát egyszerűen nem tudok betelni ezzel a rajzzal, tehát annyira szép. Annyira szép, és nagyon pontos, ugye, Clavius, Copernicus lehet látni, hogy a sugársávok. Tehát valami hihetetlen. Kepler. Ez elképesztően szép. És Szabolcs nem csak, hogy rajzol, és hihetetlenül jól, hanem nagyon jól webkamerázik, majd fogjuk látni a munkáit. Tehát ez tényleg gyönyörű. Gyönyörű. A Holdas találkozón nem csak a webkamerázásról, hanem a rajzolásról is beszélt. Ez megtekinthető. Ez viszont már Szendrői Gábornak a felvétele, szintén egy Hold, ez is egy Hold mozaik, tehát nagyon jó felbontású, és nagyon szép. Nem tudom, hogy mennyire jön ki jól itt a vásznon, minden esetre a monitoron nagyon szépen látszik. Pont olyan színe van a Holdnak, és azért szeretem én ezt, mert ilyennek látjuk a Földről. Tehát, hogyha valamilyen extra jó nyugodtság van, és az átlátszóság is jó, és mondjuk egy ilyen nagyobb binokulárral nézzük, akkor pont ilyennek látjuk a Holdat első negyed után. Szinte a
a légköri turbulenciákat hiányolom már csak, hogy remegjen azért a kép, hogy tényleg legyen olyan, mint a valóságban, annyira szép. Tolomenesze és bandája, ugye Alfonsus és az Azazel kráterek, Verkei Szabolcs rajzán, nem túl nagy felbontású rajz, viszont elképesztően szép ez is. Hihetetlenül. Ezt nem is akartam elhinni, hogy ezt a távcső mellett készítette, de ott készítette. Nagyon szép. Meteorban is megjelentek persze ezek. És itt van Verkei Szabolcsnak a webkamerás felvétele Ptolemaiosról. Nagyon izgalmas és magyar vonatkozású dolgot is láthatunk ezen a felvétel. Itt van a Desrandes kráter, és itt van a Hell. Hermicsáról elnevezett kráterünk. Ez a kis pici, klasszikus, központi csúcsos, teraszos falszerkezetű kráter. Ami még érdekes itt, ugye ez a Rupesfecta egyenes fal, Beard kráter, itt van egy dóm és a rianás is, ami itt a monitoron látszik, illetve ha felnagyítanám a képet, akkor látszana. De nagyon szép, látszik, hogy egy gyönyörű. Ezt azért a digitális technika előtt nagyon nehéz volt, ha nem egyenesen lehetetlen volt ezt ilyen képeket elkészíteni. Ugye sajnos nagyon beégett mindig a nap által megvilágított rész. Rita Anna Panka, ugye szakkörös lány készítette az Archimedesről és társairól, a Mare Imbrium legnagyobb és legjellegzetesebb kráteréről ezt a rajzot, ugye fekete alapon fehérre rajzolt, amit most már én is próbálok gyakorolni. Szerintem egy nagyon szép kis rajz. Ugyanez Bognár Tamástól hagyományos módon rajzol. Egy nagyon pici távcsővel dolgozik Tamás, egy 76x900-as Newton reflektorral, és nagyon szépen rajzol, és nagyon jókat. Most már nagyon komoly észlelőnek számít, nagy rutinnal. Berente Bélától egy webkamerás felvétel, a nagy jóló távcsővével. Ami még itt izgalmas, ugye, és amiért szeretem, hogyha a webkamerásokat irányíthatnám egy picit, már legalábbis, hogy ott lennék abban a pillanatban, amikor odaállítja a távcsővét, hogy én egy picit még arrébb toltam volna. Ez nagyon izgalmas, ez a Beer és a Füle kráter. Itt van egy nagyon pici kráterlánc és egy dóm, illetve a Hedley-hegy, itt az Apollo 15 leszálló helye. Itt van a Hedley-rianás. A Penninek. Hegy, lánc, tövében. Arról még nincs jó. Egy új észlelő, a Messala kráter puha emélyűtől, ez a mostani meteorban jelent meg. Emil is egyre jobb rajzokat készít. Ugye, és ő is még itt, arról van szó, hogy még kis távcsővel észlelés, és nagy területeket mer bevállalni. Ugye ezt már egy 20 centis refraktorral nem lehet megtenni, vagy akkor egy hétig ott ülök. Vujádus, Tóth Marietta és Velkei Szabolcs rajzán. Marietta egy kis 80x400-as refraktorral készítette az ablakunkból ezt a rajzot. Velkei Szabolcs pedig a 20 centis távcsővel is nagyon, nagyon szép. Clavius, ugye ez egyik legtöbbet észlelt kráter, de ez annyira szép, és ugye most még a krátereknél tartunk. Sánta Gábor rajza, Sánta Gábor talán a legjobb holdészlelő, de hát sőt a vizuális észlelés nagy alakja Magyarországon. Milyen gyönyörű, ahogy megvilágítja már itt a kráter alját a nap. Éppen kell fel a nap egyébként. És itt el tudjuk hinni azt, hogy tényleg az van, hogy az ilyen hatalmas, nagy, több száz kilométer átmérőjű kráterek belsejében állnánk, akkor a talaj domborúsága miatt a horizont alá kerülne a kráter sánca. Tehát gyakorlatilag nem is látnánk a sáncot, mert az éppen annyit görbül a hold felszín, hogy az már a horizont alatt van. Ptolemaiosz, de talán a Clavius is ilyen. Itt már fölkelt a nap. Egy nappal későbbi rajz. Nagyon szép. Lerajzolta ugyanezt Bognár Tamás is a kis távcsővével tavaly, és egy webkamerás felvétel Ladányi Tamástól, ugye a 25 centis Kasseglerin távcsővével készítette ezt a webkamerás felvételt. Ez egy régebbi felvétel egyébként. Capuanus, ugye Palus epidemiárumban járunk, Bognár Tamás rajza, nagyon szép, nekem nagyon tetszik ez a rajz.
olyan letisztult az egész. Én nem tudok így rajzolni, hogy letisztult, olyan nagyon zavaros. De a Tamás nagyon, nagyon szépen. És a Holdon az M13-as. Ugye a Theophilus Sirius Catharina kráter 3-as. Most rajzot nem hoztam erről, csak ezt a felvételt. Ugye Ladányi Tomi készítette, 25 centis keszegintárcsővel. Hihetetlen, hihetetlen részletek látszanak. Tehát elképesztő, parányi pici kráterek. És lehet látni, tényleg el tudjuk képzelni, hogy ezzel a kietlen világon itt a 3 és közel 4 milliárd éves krátereket látunk. És láthatjuk azt is, hogy messze a legfiatalabb a Theophilus, ugye központi csúccsal, és a másik kettő az bizony nagyon öreg, elsüllyedt, teljesen összetört, szétbombázott falukráter, mindenféle másodlagos kráterekkel, meg sokadlagos kráterekkel. Hihetetlenül szép. Gassendi szintén egy agyonészlelt kráter, ha itt tetszik. Mare Humorum északi részén. Bognár Tamás készítette ezt a rajzot, és Ladányi Tamással a webkamerás felvételt. Nagyon szépen látszanak, hogy itt is a központi csúcs, illetve a rianások a kráter alján végig. Illetve milyen kis redők, lávagerincek a Mare Humorumban, nagyon szép. És erről van még kettő rajz. Molnár Péter és Polcek Antal. Nagyon szeretem ezt a két rajzot. És Péternek talán még nem is mutattam, de van hasonlósága. Tehát a két rajzolási stílusban van egy kis hasonlóság. Úgyhogy nagyon szeretem ezeket a rajzokat. Mindegyik 20 centis távcsővel készült egyébként. A Tóninak is 20 centis távcsővel, ha jól tudom. Jansen, ugye ez a nagy Jansen. Itt a Rímé Jansen, tehát egy rianás. Ez is egy Hold déli kráter mezén egy öreg formáció. Ezt Szent Mártoni Béla is rajzolta, ezt a krátert. Meg is jelent a 88-89-es Meteorban, az egy gyönyörű szép rajza. És nagyon szép, ugye Bognár Tamás készítette a rajzot, és Ladányi Tomi a webkamerás felvételt. Buzinyó kráter, Sánta Gábor rajzán. Hát ez, amikor megláttam ezt a rajzot, elküldte, akkor nem tudtam betelni vele, tehát hihetetlen. És Gábor írta, hogy elképesztően jó nyugodtság volt. És itt ez is lent van, ez viszonylag közel van a Hidervári kráterhez. Tehát lent van nagyon délen, és ezek a kis csuszamlások és olyan kis ilyen finom, egészen finom repedésszerű alakzatok, illetve kis formációk is gyönyörűen látszottak a reflektorában. Tehát nagyon szép rajz. Hihetetlen sok munka van benne. Seleucus kráteret, ezt én követtem el, ez az új fekete alapon fehér, meg lehet majd nézni, hoztam egy-két rajzot. Seleucus a Oceanus Procellarum nyugati felén lévő, hát nem különösebben feltűnő kráter, egy kis központi csúccsal bír, de nem túl nagyjal. És itt van a Briggs kráter, tehát ez a bohóc cipőnek látszó valami, az gyakorlatilag a Briggs kráternek a keleti sáncfal, külső sáncfala. Ugye itt kis törmelék csúszamlások már láthatók. Ezt én készítettem, a másik kettőt Sánta Gabi, és Sánta Gábor is körülbelül, hát ez sok lunációval előbb rajzolta, és két, tehát egymás követő napon is lerajzolt ezt a krátert, és lehet látni, hogy már belelátunk a jobboldali rajzon a kráter belsőbe, és lehet látni a teraszos fal szerkezetet gyönyörűen. Illetve, hogy a kráter fenék sötétebb, és a központi csúcs is. Tényleg pici kis központi csúcs van ennek a kráternek. Ez a C. A Briggs C. Igen. Wichmann kráterek, ezeket változós találkozó után készítettük szimultánba itt a távcsövek. Ugye hát a változós névkód szerepel, mint ugye, de minden rendes embernek van, és elnézést. És ugye, mert hogy azért nem csak Holddal foglalkozom, hanem változókkal is, bár most nagyon keveset észleltem az elmúlt időszakban. Szóval ez egy ilyen szimultán észlelés. Hasonlóságok és különbségek, ezért szép ez. Vargentin. Ez Kocsis Antinak egy kedvenc krátere, és tényleg nagyon szép. Teljesen színültig
telt lávával ez a kráter. Ott van lent délen, eléggé délnyugati részén a holdnak. Ma látszik egyébként ez a kráter, remélhetőleg. És elképesztő. Az az én rajzom, ezt Sánta Gábor készítette, az én, egy teknős béka, aki felfelé néz, nagyon szomorúan. Tényleg így nézett ki egyébként, hanem valahogy így nézett ki. A Gábor a kis 13 centis reflektorával készített arazot, én viszont a Polaris nagy reflektorával és közel 500-szoros nagyítással, és tényleg jól látszottak, tehát ilyen kis domb-szerű alakzatok és kis pici másodlagos kráterek. Oceanus Procellarum egyébként, megsugom, hogy az egyik legfiatalabb Mare terület, a Mare Fecunditatis és az Oceanus Procellarum az 3,2 milliárd éves. Tehát azok a legfiatalabb tenger, vagy ilyen Mare területek a Holdon. Most már kezd izgalmasabbá válni az élet, ugye nem csak a nagy impozáns kráterek. Hesiodusza, erről Tóth Imre írt egy elképesztő jó kis cikket a Meteorban, ugye, többek között erről is, az ilyen fánkszerű koncentrikus kráterek. Tehát Hesiodusza egy viszonylag jelentéktelen pici kis kráter, és a belsejében van még egy ilyen fánkszerű másodlagos gyűrű. És nagyon szép, ez is ilyen szimultán észlelés, egy kis különbséggel, de nagyon szépen látszik. Én még amikor Tamásiban éltem, a 90/1000-esemmel észleltem, nem látszott könnyen. Tehát, de egyébként azért több webkamerás felvétellel láttam már. Tehát annyira nem nehéz. Van még egy kráter, amit még soha nem láttam, ez a Mart kráter, közel a Ramsden-Janáshoz, ami szintén ilyen. Hell kráter, Keszthelyi Sándor rajzán. Ugye, jól tudom, Sanyi ezt olyan 2000 környékén készítette ezt a rajzot, de nem vagyok benne biztos. És nagyon szép. Amit én is megfigyeltem a kráternél az, hogy a központi csúcs, mert ez központi csúcsos teraszos szerkezetű, klasszikus kráter, ugye még megvan ez a hatszög forma is, és a központi csúcs mint egy picit el lenne tolódva. És tényleg én is így látom, és a Sanyi rajzán is így szerepel. Ugye hatalmas nagy, iszonyatos nagy romkráter, a Deslandres kráter belsejében van, mint már láttuk. És itt, persze, itt van a kép is. Berente Béla felvétel, ezt mostanában készítette, ez egészen friss. És itt van a Hell kráter, és itt van ez a hatalmas nagy, teljesen lepusztult, iszonyatos öreg romkráter. Itt van a Pitatus, itt van a Hesiodusza, és a Hesiodusza az körülbelül ott lenne, amit az előbb néztünk, az a kis koncentrikus, fánkszerű. Egyenes fal, Birt, itt a Birtrianás, és itt van egy dóm, meg itt is van egy dóm, rendesen katalogizált dóm. De hát még nagyon sok minden érdekes dolog látszik. És ugye hát mégiscsak 13-án Hédevári Péter emléktáblát avatjuk, azért nem is lehetett volna teljes ez a holdas előadás, hogyha nem tekintjük meg a róla elnevezett krátert, ami régen Amundsen B. kráter névre hallgatott. Ezt még régi Meteorból szkennelte be, meg sajnos az eredeti rajzok már nincsenek meg. Én vizuálisan észleltem, és Pap András barátunk készítette ezt a kitűnő webkamerás felvételt, egy nagy mozaikot készített a hold déli krátermezéről, és itt látjuk. Csak akkor látjuk a Hédervári krátert, ugye a librációs alakzat, hogyha a hold librációja legalább mínusz 5 fok, tehát gyakorlatilag a déli felére látunk rá a holdnak. Abszolút a déli pólusát mutatja felénk, akkor láthatjuk. Ami nagyon izgalmas, hogy szinte végigkövethető. Már elengedhetetlen, hogy a libráció megfelelő legyen, de jó. Ezt kell megjegyeznünk. Ez a Demonax kráter, ez a Scott, az az Amundsen. De a Demonax és a Scott kráterek között, inkább a Demonax fölött szokott látszani. És hát ha az Amundsen B látszik, akkor már a Hédervári kráter is látszik. De mondom szerint, ha egyszer belőjük, akkor utána nem is lehet eltéveszteni, mindig így látjuk. De egyébként ez egy nagy kráter, de inkább csak ezt az árnyékos részt látjuk. Olyan délen van, hogy ez a fal legalábbis ugye a keleti belső sáncfal az szinte mindig árnyékban van, vagy legalábbis akár, hát ez már jóval már első negyed után készült, de látjuk, hogy egészen sötét az a rész. Hát nagy nagyítással, tehát én ennyit láttam, ez tényleg egy nagyon szerencsés 6 fok alatti érték, mínusz 6 fok alatti értéke volt a szélességi librációnak, úgyhogy az nagyon szerencsés volt. András felvételén olyan mínusz 5 körül lehetett, tehát még látszott, de aztán... Kráterláncok,
nagyon izgalmasak is, és sok van belőlük. Az első is, és legszebb, és legkönnyebben megtalálható, bár azért egy jó 8-10 cm-es távcső kell hozzá. Ez a Katana Devi. Ugye felismerjük talán a nagy Ptolemaiosz krátert, Alfonsus kráter, ugye a nagy sötét, talán vulkáni takaróval, ilyen törmelék takaróval. Itt van maga a Devi, és itt van a Katana Devi kráterlánc, és ugye Ladányi Tominak a kitűnő webkamerás felvétele, ez pedig Sánta Gábor rajza. És lehet látni azért a hasonlóságot, és talán azért is szeretem ezt az észlelő párt, illetve a rajzot és a felvételt, mert itt benne van a vizuális és a digitális észlelés savaborsa. Tehát valahogy benne van, hogy tényleg ezért érdemes csinálni, hogy ilyen kis alakzatokat, finomságokat meg tudjunk örökíteni, és elgondolkodni, hogy micsoda, milyen terep volt itt. Ugye hát az hold az gyakorlatilag. Hát a dinoszauruszok korában biztos, hogy teljesen ugyanúgy nézett ki, mint most, semmi változás nem volt, de 3 milliárd évvel ezelőtt is nagyjából így nézett ki. Jó, Kopernikusz, Aristarchus, Kepler, meg a Tycho kráterek nem voltak, de a medencék már kialakultak. Beer és a Fülér kráterek, ahogy a nagy Archimedes kráter árnyékában található, a Mare Imbriumban, ezt mutattam azon a felvételen még az előadás elején, vagy a közepén. Sánta Gábor csak a dómot látta, de nem sikerült a kráterláncot megpillantani a 13 centis reflektorával. Ezt még én évek kezdet készítettem a 20 centis reflektora nagy nagyítással, tehát ilyen 400-szoros nagyítással, és ami nagy örömöm szolgált az, hogy Kispetit sikerült holdészelésre, holdrajzolásra rávenni. Ugye Kispéter nagyon-nagyon jó rajzol, mélyig rajzoló elsősorban, és sikerült holdészelésre is rábírni. És a kis 25 centis dobzonnal készítette ezt a rajzot. És nagyon szép, látszik a dóm, hogy milyen szépen árnyalt, és a kráterlánc nagyon izgalmas. Sőt, még egy csomó pici apró krátert is látott, amit én nem láttam meg. Katana Craft, ugye szintén Oceanus Procellarumban járunk, a nyugati szélén. A Craft és a Cardanus kráterek között van egy ilyen kráterlánc, ami teljesen rianásnak tűnik. Van itt rianás is egyébként, a Cardanus rianás, de ez nem az, ez a két krátert összeköti egy ilyen kis pici kráterlánc. Sánta Gábor készítette mind a két rajzot, ezt a 13 centis newtonjával, ezt pedig, ha jól tudom, a 28 centis Smith-Cassegrain távcsővel készítette, és hihetetlen részletek látszanak, tehát őt is ilyen brutális nagy nagyítással dolgozott. Hegyek, lávagerincek, itt csak néhány példa. Mons Piton, ugye a legismertebb hegy, Józsa Sándor, debreceni észlelő, grafikus művész, sajnos már nem rajzol holdat, hihetetlenül szépen rajzol, mert ez is egy nagyon szép rajz, ugye a Mons Piton. Mare Imbriumban egy magányosan emelkedő kis hegy, néha úgy néz ki, mint egy női cipő. Egy új észlelő, Szent Andrási Árpád, ezt a rajzot készített ő, nekem nagyon tetszik, tehát ez valami egyszerű és nagyon-nagyon szép rajz. A másikat azt én követtem el, ez egy kis távcsővel készült, az olyan is, csak ugyanaz az alakzat, azért tettem be, de gyorsan el is megyek innen, mondjuk azt lehet, hogy nem is lett volna érdemes, viszont azért mindenkinek mondom, hogy inkább az Árpád észlelésére koncentráljon. Dorza Geek, ha jól, nem tudom, hogy olyan kell ejteni sajnos, inkább azt mondom, hogy a Lindberg és a Imd Batuta kráterek között húzódó lávagerinc ez. Szimultán észlelés eredménye, a Kárpát-Jádival követtük el őket, egész jó nyugodtságnál, itt a 20 centis refraktorral. Mindenkinek mondom, aki akarja, tehát a 200x2470-es refraktor, mintha csak holdészelésre találták volna ki. Tényleg, hihetetlen jó. Rianások, én nagyon szeretem a rianásokat, és talán a rianások is engem, de a lényeg az, hogy ez a talán a legismertebb a Petavius kráterben lévő rianás. A felső kettő Bognár Tamás munkája, az elsőnél még nem látta kis távcsővével meg a rianást, de a jobb felső sarokban már sikerült megpillantani a kis pici távcsővével. A Balasót Mizser Attila készítette még a 70-es években, és az én kedvencem, a jobb alsó, amit Keszthelyi Sanyi barátunk rajzolt. Én nagyon szeretem, és nagyon szeretném, hogyha Sanyi még észlelne holdat. Nagyon jó rajzolt.
és még gondolom, hogy rajzol most is. Ez egy régi meteorban jelent meg, és nagyon szép nagy távcsővel, talán a Heidivel rajzolhatta, nem vagyok benne biztos. De Gaspari Strianás, a Mare Humorum nyugati szélén járunk, egy pici kis Strianás, Sánta Gábor rajzán, elképesztően gyönyörű. Csodaszép. Hihetetlenül szép ez a pici Strianás, ugye egy kráter. El lehet képzelni, hogy a becsapódásokat, ugye látszik, hogy azért ez a bazaltos, ugye a sötét területeket itt is ilyen bazalt öntötte el, annak a viszkozitása a vízéhez hasonló. Tehát gyakorlatilag ez a bazalt a Holdon, ez ilyen nagyon híg, nagyon hígan folyt. Állítólag, ugye én nem láttam ilyen sajnos. Rupes Recta, Bognár Tamás rajzán, Tebit, Rupes Recta, Birt és a Birtrianás, ezt már láttuk többször, itt van a dóm. Hihetetlenül szép. Ez is mondom, nagyon letisztult rajz, és ezért jó, mert hogy látjuk rögtön Ladányi Tamásnak egy picit játszom is. Tehát lehet látni, hogy érdekes így. Ladányi Tominak a webkamerás felvételével jól összevethető. És az a jó, hogy ilyen rajzokat, tehát amin ennyi minden szerepel, kistávcsővel lehet csak készíteni. Tehát a kistávcsőves holdrajzolás az nagyon hasznos dolog, mert ha 20 centissel akarnánk lerajzolni, akkor belegebednénk. Sulpicius Gallus, Mare Serenitatis déli, inkább délnyugati vége felé található pici kráter, illetve kis Strianás, szintén Kárpátiádival követtük el ezt a szimultán észlelést, de mintha nem egy távcsővel végeztük volna, hanem Ádi, te a 100 per 1000-essel otthon? Vagy? Igen, tehát nem egy műszerrel. Aristarchus, Schröter völgy, Herodotus, Bognár Tamás rajza, Berente Béla zsebkamerás felvétel, és amiért nagyon szeretem ezt, ugye ide hoztam, tehát tényleg nagyon jó Schröter völgy, hatalmas Strianás, van egy dóm is egyébként. De ami izgalmas, hogy magyar tájat fedezünk fel ezen a felvételen. A Prince Strianások. Prince kráter, ugye teljesen elsüllyedt ilyen Phantom kráter, itt a Duna, itt a Tisza. És én, ha jól tudom, ugye már hogyha Hédervári Péterről beszéltünk ma, és még fogunk is, mintha az ő kislánya fedezte föl. Igaz ez? Hogy az ő kislánya lapozta Sky and Telescope. Igen. És tényleg fantasztikus, tegnap látszott gyönyörűen és egyébként. A igen, a Balaton lecsúszott, ugye? Bóriárok. Szóval valami hihetetlenül izgalmas. Tegnap nagyon szépen látszottak egyébként. Hát mégiscsak hazai tájat fedezünk fel, ott vagyunk. Sosigenis Strianás, Mare Tranquillitatisban nem messze az Apollo 11 leszálló helyétől. Hát azért nem messze az néhány száz kilométert jelent. Ádám 100 per 1000-essel készítette, ezt én csináltam már így ez az új technikára, a fekete alapon, fehér ceruzával. Mindenkinek ajánlani tudom, aki akar rajzolni. Nagyon jó így csinálni meg. Ami még izgalmas, és most fogjuk látni majd egy felvételen, ezt meg kell jegyeznünk, hogy itt van a Sosigenis Strianás, és az alsó, tehát a keleti, a Strianásnak a keleti ágán, itt van egy ilyen, ez ilyen rendőrbotnak néz ki, igen, kádárkolbásznak, ugye a klasszikus, az a fekete-fehér csíkos kádárkolbásznak. Ez egy ilyen kis kráterlánc, gyakorlatilag. Úgyhogy hogy azt már jegyezzük meg, mert az egy szép felvételen látszik. McLeary-Strianás volt egyszer ajánlat, Ádám és én követtük el ezt a rajzokat, ez nem egy időben látszik, hogy ez nem szimultán észlelés, mert talán egy napos különbség is lehetett, illetve talán egy hónap és egy nap is, vagy tehát nem ugyanaz a lunáció. Nagyon nehéz ez a Strianás, tehát én azt hittem, hogy könnyebben fog látszani, nagyon nehéz. Ez a hatalmas Plinius kráter alatt, tehát attól délre található, és három pici kráterecske. Ugye a McLeary az fog még szerepelni. Mit csinálok? Trisnecker Strianás, szintén Ádámmal elkövetett szimultán észlelés. Ugye a Trisnecker nagyon könnyű látni, ugye első negyed környékén látszik, szinte pont a holdkorong közepén, a Mare Vaporum alatt van valahol, a Sinus Medi és a Mare Vaporum alatt, vagy között, és egy nagyon bonyolult Strianás rendszer, de ezt mindjárt megnézzük, hogy mi így rajzoltuk, de valóságban így néz ki. Ladányi Tomi kiváló
webkamerás felvételén. Itt van a Higinus riadás, ez egy gyönyörű, szép, hatalmas nagy riadás, és itt van a maga a Triesdecker kráter, és a Triesdecker, lehet látni, hogy itt valami elképesztően szép. Nagyon izgalmas. Itt van a Higinus riadás Ádi rajzán. Ugye ez a nagy, nagyon-nagyon szép és nehéz rajztéma. Szirszány Sztilanás nagyon kedves emlékköt hozzá, hogy ez egy Sánta Gáborral ketten észleltünk szimultánban, és valami elképesztően jó légköri viszonyok között. Tehát körülbelül egy évvel ezelőtt készült ez a rajz. Ugye a Szirszális, ez a maga a Szirszális és a Szirszális A kráter. Hátborzongatóan nyugodt volt, elég 500-szoros nagyítással készült. Nagyon nagy rianás, tehát látszik kisebb távcsőekben is, de ez már nem. Ugye itt Gábor is rajzolt valamit, tehát ő is látott, de a nagy távcsőben határozottan látszott ez a katalogizálatlan, vagy jelöletlen pici kis sáv, tehát azt még a Rük Atlasz sem jelöli. És ezek a kráterek, emlékszem, hogy tényleg a láthatóság határán voltak, tehát mondhatom azt kis túlzással, hogy a távcső, a nagy refraktor az elméleti felbontás határán dolgozott. Ramsder Janás, Kocsis Tóni, az én egykori mentorom, Sánta Gabi és a jó maga Mészen, és én, hát egyik sem hasonlít, tehát akár két külön, vagy három különböző is lehetne, de hát ez a vizuális észlelés azért mégis jó, nagyon nehéz. Emlékeztet egy picikét a Triesdecker Janásra, de nehezebb annál, sokkal nehezebb, ugye ez eléggé délen van, délnyugaton, a hold délnyugati részén, Palus Epidemiarum környékén, a nagy Hesiodus riadás is arra van. Itt van például a Hesiodus riadás. Pitatus, Hesiodus, itt a Hesiodus áll, tehát ez egy koncentrikus, ebbe láttuk azt a kis krátert. Hát most itt nem, ez a nagy Weiss kráter, a Weiss E, és itt megy a Hesiodus riadás. Hatalmas nagy, ez szimultán észlelés. Éppen akkor Mizsár Attilával kitelepültünk az urak asztalára, és ott a 25 centis Newtonnal rajzoltam én is ezt a rövid szakaszát a riadásnak. Hát egy nagy szörnyeteg egyébként, tehát nagy távcsőben nagyon látványos. Plátó riadás, vagy a Plátó kráter környéki riadás, Sánta Gábor gyönyörű rajzán, tehát tényleg látjuk, hogy itt már gömbölyödik a fel, tehát a perspektívikus torzulást érezzük a kráter alakján, meg az egész rajz gyönyörűen kidolgozott. Ariadneus riadás, Ladányi Tomi elképesztően szép, csodálatos webkamerás felvételén, és Bognár Tamás nagyon szép rajzát. Ha jól tudom, akkor az Asodon, az Astronomical Sketch of the Day napon talán megjelent ez a rajz. De nem vagyok benne, azt hiszem, hogy ez jelent meg Tamásnak. Nagyon szép, ugye ez a rész lehet is. Az Ongsitani hihetetlen. Itt van egyébként a Szosziganész. De lesz még erről egy másik felvétel is. Dómok. Ugye dómokat szeretjük a legjobban Tónival. Aragó doktor Petrovics Péter rajzán. Sajnos Péterről már régen hallottam. Ő egy kiváló cikket írt a dómokról egyébként, és nagyon jó észlelő volt. Péter nagyon jó cikkeket írt, remélem, hogy még egyszer visszatér, de nagyon sok munkája van. Ezt én követtem el a Polaris nagy refraktorával. Hát ilyen csigának tűnik a béta, a dóm, de tényleg nagyon sok részlet látszott. Ezt pedig meg Kárpáti Ádám készítette, és ez a jó. Tehát itt is engedjék meg, hogy egy ilyen kis játékot játszak, tehát a vizuális észlelés, tehát hasonlóságok és azért különbségek is vannak. De ha jól emlékszem, akkor Ádámnál pont erről ott a légköri nyugodtság. Én befejeztem, kiváló nyugodtság, de Ádám elkezdett rajzolni, és sajnos egy kicsit romlott a dolog. És ezt pedig Sánta Gábor készített, tehát ez egy hármas szimultán. Alfa és a béta dómok, ugye ezek nagyon közismertek. Tehát ezt például mindig szoktam, hogyha látszik, akkor mindig mutatom a vendégeknek. Ugye sokat lehet róla beszélni, és mégiscsak vulkánokat látunk, még hogyha 3 milliárd évvel ezelőtt ki is hűltek, vagy akár 3,5 milliárd évvel ezelőtt. És így néz ki a valóságban a Ladányi Tomi kiváló felvételén. Alfa, béta,
Ez a McLear kráter, itt vannak még pici kis dómok, ezt majd fogjuk látni. Itt van a Sosigenis B, és itt van a Rianás, itt van a kádárkolbász ledobva, tehát itt van ez a kis pici kráterlánc, nagyon izgalmas. Saville Ritter kráterek, nagyon szép. Ja, hát és ugye a Lamont szellemkráter. Mare Tranquillitatisban járunk, körülbelül való ide szállt le a Apollo 11, de lesz arról még egyébként. Rupes Kósitól nyugatra lévő dómok, ez a Meteorban megjelent. Erről még soha nem láttam semmilyen webkamerás felvételt. Itt van a Rupes Kósi, ugye ez egy ilyen hegy Mare Tranquillitatisban. Vannak itt dómok is egyébként, tehát a Kósi Omega és Tau dómok, de ezek ilyen kis, nagyon pici kis dómok, tehát vagy kisebbek és nem annyira ismertek. Akár egy ilyen szörnyetek feje is lehetne sok szemmel. Igen. Hortensius Mare Insularum dómjai ott, talán a legjobb dómterep. Horváth Laci, én földim tudja, Tamási észlelő rajza, és Ádám rajza. Nagyon szeretem ezeket a rajzokat, annyira jók, és tényleg ezek a dómok fantasztikusak, ez a 6 dóm, ami itt látszik. Hihetetlen jó. Így néz ki a valóságban Ladányi Tomi felvétel. Én azt én készítettem hihetetlen jó légköri viszonyok mellett, és lehetek látni a tető kalderákat is. Domkatalúsból azonosítottam őket, és lehet látni a tető kalderákat. Most nézzük a felvételt, a Tamás felvételén, itt van a Hortensius, a Hortensiusok, itt a Mirichius és a Mirichius P-dóm. Nagyon-nagyon szép. Ennek a tető kaldera viszont már kisebb távcsövekkel is látszik. Az egy igazi klasszikus dóm, tehát aminek ki kell nézni egy dómnak. Máriustól délre, a Marius az egy igen öreg kráter a Oceanus Procellarumban is, tőle nyugatra rengeteg dóm, de inkább ilyen hegy alakú dóm, tehát nem a klasszikus alpoféle osztályozásnál, ugye a dóm az 5 foknál nem magasabb a lejtése, annál csak alacsonyabb, tehát gyakorlatilag 50-100 méter, 150 méter magas, 10-20 km átmérőjű, nagyon-nagyon enyhe kis tanúhegyekről van szó, hogyha ott állnánk egy dóm lábánál, lehet, hogy észre sem vennénk, hogy ott van a dóm. A Lunar Orbiter felvételeken egy csomó nem is látszik, és nincsenek katalogizálva. A Földről még mindig könnyebb őket megfigyelni súroló fényben. És sokszor a Lunar Orbiterek, amikor legalábbis készítették nagyon részletes térképeket, felvételeket, akkor magas megvilágításnál készítettek, és egyszerűen nem látszottak a dómok. Mert ugye kráterekkel már teljesen beborítottak. Úgyhogy a súroló fényben, például a Kepler kráter környékén sem látszik, pedig távcsőben meg 50x540-esben látszik már az a dóm. Itt van ez a dóm, ami érdekes, ami viszont klasszikus, tehát alacsony és ilyen enyhe. Ezt Ádám, én készítettem, Sánta Gabi is, de Gábor nem rajzolta le a krátert, ő csak a dómra koncentrált, tehát ez is egy ilyen szimultán észlelés eredménye. Landsberg C, ugye ezt kell néznünk, itt van, én ezt a részt rajzoltam, de ezt már nem. Itt van a 3 dóm, itt vannak. Ez nagyon szép, hihetetlenül jól néz ki ez a távcsőben egyébként, tehát ez gyönyörű szép. És itt van atom dóm észlelés. Milyen érdekes, milyen 3 dóm, de egészen máshogy néznek ki. Mindegyiknek más. Ez egyik az tényleg klasszikus, a másik kettő az inkább laposabb, és az egyiken még egy ilyen kis hegycsúcs is található. A Gambart Dr. Petrovics Péter rajzán ez maga a dóm. Ezt Sántagövővel készített, én ezt a nagy refraktorral csináltam, ami itt is brutálisan jó légkörű viszonyok között. És így néz ki, itt van. Kiss Pi. Itt van a Kiss, és itt van a Pi jelű dóm, tetőkalderával. Akkor Mercator. Kráterek. Itt van a nagy Hesiodus, amit lerajzoltam, a Hesiodus Rianás Weiss-E kráterrel. McLear melletti, ezt most készítettem nemrég ezt a rajzot, múlt hónapban. Ez is ilyen kicsit nagyra lett, nagyra sikerült itt. De a lényeg, itt vannak ezek a dómok. Ezeket én életemben csak néhányszor láttam. Itt van az Aragó Alfa dóm, itt van az Aragó kráter, Aragó Alfa.
Az még sokszor látszik, tehát még kis távcsövekkel is, meg közepes nyugodtságnál, de ez a négy dóm, illetve még ez az alsó, ezek csak nagyon-nagyon ritkán látszanak, ezek nagyon-nagyon nehéz észlelni ezeket. De 90 per ezeresen láttam már őket, de akkor is brutálisan jó nyugodtság volt. Ugye a McClear az viszont egy alacsony, tehát lávával elöntött, feltöltött aljzatú kráter. És most ugye előadás vége felé egy-két érdekesség, hogy miket lehet csinálni. Hát Ladányi Tominak a leszálló helye, Apollo 11 leszálló helyét örökítette meg, és itt van egyébként az Arago Alfa, nem látszik, Arago Beta. Apollo 11, Armstrong, Collins és Aldrin kráterek. Nem könnyű őket megtalálni és azonosítani, mert nagyon picik, de azért jó nézni. Tehát, hogyha így látjuk, akkor nem is unalmas helyen szállt az Apollo 11, mint a fényképeken, ugye csak egy nagy síkság. Picit arrébb kellett volna szállni. Én azt mondtam volna, hogy inkább menjenek valahova ide, mondjuk, mennyivel jobb lett volna. Vagy ide Rianás. Tehát ott éppen oda szálltak, ahol nem sok minden. Vagy már inkább akar a Hypatia Rianáshoz. Nem akarták összetölni, igen. Lamont Phantom kráter hihetetlenül szép, ahogy. Tehát egy súroló fényben ez hátborzongató. Igen, hátborzongató. Olyan, mintha olyan pókhálós, vagy ilyen... Nem tudom. Még ez nem biztos, hogy a legjobb hasonlat volt. Főleg, hogyha valakinek aratnofóbiája van, de valami nagyon-nagyon szép. Apollo 15, ugye ez a visszatartott rajz. Ide szállt le az Apollo 15, ugye a Hadley hegy és a Hadley riadás tövébe. Hihetetlen, egyébként nagyon pici, nagyon jó hazai webkamerás felvételt még nem láttam róla, ez ugye több felvétellel látszik, de kifejezetten erre koncentrált volna az észlelő, amit én még nem láttam sajnos. Pedig nagyon, nagyon klassz hely. Szerintem az Apollo 15 volt messze a legszebb. Az Apollo, vagy a legromantikusabb a Apollo expedíció során. Igen. Most mondjuk persze ezt megcsinálta a Selene, vagy Kaguya hold honlapján is lehet látni szép képeket. Ladányi Tamás színes holdja, nem ő színezte ki kézzel, de ugye ezek a maradvány színek, amik benne vannak a képben, ezeket elő lehet hozni. Csongrádi Zoli írt egy nagyon jó kis cikket, valamelyik talán két évvel ezelőtti Meteorban, most sajnos nem tudom, hogy melyikben. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Ásványtan, vajon mi lehet a... Ugye ezt tudjuk, hogy bazaltos, ez inkább anortozítós rész a felföldek, de hogy ezen belül a fényvisszaverő képessége hogy függhet az ásványoktól, nem tudom. Ide valami tényleg valami nagyon írástudó embernek kellene esetleg a segítsége, és erről lehetne írni. És most jönnek az én kedvencem, az Anna Péter felvétele. Ez is színes hold, de nem annyira felturbózott. Azért szeretem ezt, mert úgy gondolom, és majd a nagyított verzión fogjuk látni, hogy így néz ki a hold akkor, hogyha a űrhajóval közelítünk felé. Tehát a légkör nélküli színeket látjuk, de ugye azért előjönnek, lehet látni, hogy azért nagyon-nagyon sok szín van, és ha megnézzük ezt a részt, ez fantasztikus. Ezek az árnyalatok, nem tudom, hogy mennyire jön ki, minden esetre a monitoron azért nagyon szépen kijön, tehát lehet látni, hogy tényleg egy ilyen hatalmas nagy sziklagolyó az egész. Én úgy gondolom, hogy körülbelül ezt látnánk az űrhajó ablakából, amikor már nagyon izgatottak lennénk, hogy közelítünk a hold felé, és hogy becsapódunk-e, vagy sikerül leszállnunk. Mindenesetre nekem ez a kedvencem, és én azt gondolom, hogy most ebben el is búcsúzom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha valakinek valami kérdése van, akkor nyugodtan tegye fel, hogyha tudok, válaszolok rá. Nem, akkor kivegyek az ajtón. Kapcsol? Köszönöm szépen! Érdekességnek, hogy a holdat, hogy annak a helynével rengeteget néztem az Urániában, a Hadley Rianást nem láttam. Életemben össze a Hadley Rianást itt láttam a Polarisnak, a régi klasszikus kasszegrényén. Ja, és 15 centis. 1979-ben vagy 80-ban. Aztán lehet. Hát én nem sokszor láttam, de azért többször láttam már egy szerencsére a 20 centissel. Meg a dobzonnal is, ez sikerült azért egy párszor. De ez azt hiszem, hogy 2006-os rajz, akkor rajzoltam le, és ez valami hátborzongató volt, mert nagyon nyugodt volt a légkör, és sikerült lerajzolni. Van még kérdés? Egyéb?
Akkor én is köszönöm a figyelmet.